13. fejezet A viharisten idején jöttem rá, hogyan zárjam el az öblöt. Az igazság kedvéért meg kell mondanom, nem magamnak, hanem akaratán kívül Meduráninak köszönhettem. A szabad halászok vezetője azért jött hozzám, hogy a palota az ősi szokás szerint kárpótolja azokat az özvegyeket, akiknek férjük ott veszett több mint két éve azon a két halászbárkán. Meduráni nem tagadta, hogy Tamizis akkor nyomban kimérette nekik a raktárakból a szokásos mennyiségű olajat, borsót, részkarikát, most azonban azzal érvelt, hogy az özvegyeknek ez csak a férjük haláláért járt. Az elveszett felszerelésért nem kaptak semmit. Pedig az is nagy érték, ha megvolna, fiaik azzal halászhatnának. És ugyanezt kérik, Isteni Uram, azok a halászok is, mondta, akik ugyan hazatértek, de a nagy hajójuk ott veszett. Nem sok meggyőződéssel hallgattam Meduránit. Ha igaza van, miért ennyi idő után hozakodik elő vele? A halász megsejthetett valamit, mert egyre ékes szólóban magyarázott. Csónakot is nehéz újat készíteni, Isteni Uram, mert minden fát a barkánból kell hozni, de a nagy háló még ennél is sokkal nagyobb gond. A hálókötők néha egy teljes évnegyedig dolgoznak rajta, míg végre a felső vezérkötél teljes hosszában elkészül a háló. És a vezérkötél is mekkora munka. Hiszen minden valamire való háló hossza legalább akkora, hogy el lehetne zárni vele az öböl bejáratát, és nagyot kiáltotta. Mekkora? Meduráni rémületében úrrá lett a régi mozdulat, hasra vetette magát. Nem értette, hogy Miért éppen a háló, illetve a vezérkötél hosszán háborodtam fel, mikor az csak ugyanakkora. A hazugság máshol volt a történetben, de engem már nem is érdekelt, jogos-e a kártérítés az özvegyeknek vagy sem. Dühös voltam. Még dühösebb, mint amikor a bőrvértet megtaláltam a fegyverek házában. Ennek a ravasz halásznak a locsogása kellett, hogy rájöjjek a megoldásra. Isteni uram, hebegte Meduráni. Az a, az a háló valóban akkora volt. Nézd végig minden bárkát a parton. Ha a nyílt tengerre megy halászni, egy sem visz magával kisebbet. Kej fel, meduráni, jáj békével, mondta oda se figyelve. Már azon törtem a fejem, hogy van-e elég bronz Avanában, hogy a belőle készített lánc átérje a szoros kapuját. Szólj Tamizisznak, adja ki az özvegyeknek és a halászoknak, ami jár. Ott hagytam a bambán áldogáló halászt, lerohantam a lépcsőkön egészen a szorosig futottam. Nem volt bölcs dolog, mert mire odaértem, úgy éreztem, a szívem, kiugrik a bordáim közül. Levegő után kapkodva leültem az egyik kőtömbre, amit már a melvéd részeként vontattak ideig, és szememmel a távolságot mértem. Numda utánam szaladt. Aki a városból látott, mind azt gondolta, valami nagy baj készül. Hívj ide négy-öt csónakot, Nunda, lihegtem, és hozzanak magukkal zsinort vagy kötelet, mindegy, csak hosszú legyen. Nem csak a szélességét mértem le, hanem gondosan megkerestem azt a két helyet, ahol a sziklák elég szilárdak, hogy elbírják a lánc súlyát. Egyik végén erős kapcsokkal kell rögzíteni a kőbe, a másikon valami csiga szerkezet lesz, amire a láncot felcsavarjuk. Természetesen jóval hosszabbat kell készíteni a szoros szélességénél, hogy mélyen a víz alatt lógjon, ne zavarja a mi hajóinkat. És akkor sem szükséges, hogy a víz fölé kerüljön, amikor az lesz a feladata, hogy feltartóztassa Ravak hajóit. Visszavallagtunk Numdával a palotába, és közben elmondtam, mit akarok. Csak azt nem tudtuk, lesz-e hozzá elég bronzunk. Nem volt nagy munka kiszámolni, egy órával később már tudtam. Magam sem tudom miért, de babonásan őrizgettem azt a pár jegyzetblokkot, amit Andrejtől kaptam. Ezért már régen rászoktam, hogy én is puha agyaktáblára véssem azt a keveset, amit nem bízhattam a palota írnokaira, mert nem értették volna, hogy mit akarok. Ott ültem a számokkal teleírt agyaktáblák között, az utolsót, amin a végeredmény volt, a kezemben szorongattam nincs elég bronz. Elátkoztam Avana alapító ősét, a Szent Vaspana királyt, miért itt dobta ki bárkája horkonyát, ahol nincs semmiféle használható érc. Alumínium ugyan van, gondoltam keserűen, itt tartom a kezemben, itt van körülöttem az agyapt elblákban, földi technikával tonna szám termelhetném ki a dombok rétegeiből. De ettől csak szomorúbb lettem. Rég leszámoltam már a Földi technikával. Nem akartam megfoghatatlan ábránt képek után futkosni. Mégis mindig eszembe jutott, ha a lehetetlennel birkóztam. Valahogy meg kell oldani. Egy korsó vízért kiáltottam. Kiittam, aztán új agyaktáblát vettem a kezembe, és még egyszer végigszámoltam az összes lehetőséget. Egy fél óra múlva nagyot sóhajtva megráztam a kis királyi arancsengőt, az arany hangja határozottan gúnyos volt engem, hiába alvasztanál be. És a belépő testört elküldtem, hogy kerítse elő inimmát.